Ünnepélyes keretek között adták át a 2019-es évben a Magyar Falu Program által megvalósított beruházásokat Váralján. A település polgármestere elmondta, hogy többek között az orvosi rendelőben eszközbeszerzés történt, a helyi temetőben az urnafalat és egy kisebb útszakaszt újítottak fel, és egy kis traktort is vásároltak. Átadásra került még egy helyi identitás alapjainak megszervezése. Váralján pályázat keretein belül a művelődési ház vizes blokkját újítottuk fel 15 millió forint értékbe, illetve eszközöket és programokat valósítottunk meg, és a közösség szervezőnek az egyéves bérét sikerült ennek a pályázatnak a keretein belül megnyernünk. Kisvejkén közel 10 millió forint értékben történtek fejlesztések. A polgármester elmondása szerint a Magyar Falu Programnak köszönhetően széles skálán tudnak fejlődni a kistelepülések, hiszen az eszközbeszerzés, ingatlan vásárlás, felújítás vagy éppen a közösségi élet szervezéséhez is nagy segítséget nyújtanak a pályázatok. A mai napon át tudtuk adni a temető infrastruktúra fejlesztés elnevezésű pályázatunkat, ami majdnem 5 millió forint összegből valósult meg egy térkőjárda a temetőben, és átadhattunk ma egy játszóteret is a gyerekek nagy-nagy örömére, szintén közel 5 millió forint értékben. Jelenleg is több pályázatunk várja a sikeres elbírálást, ebben nagyon bízunk. Az ünnepélyes átadókon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntőt mondott. Ő elmondta, hogy az elmúlt időszakban jelentős fejlődésen mennek keresztül a kis települések. A magyar kormány odafigyel ezekre a településekre, és jelentős összegekkel próbálja ezeknek a településnek az életét könnyíteni, illetve a fejlesztéseket biztosítani. Az idei évben a Magyar Falu Programban összesen 250 milliárd forinttal támogatja a magyar kormány a kis településeket.